A kis nyugdíjasok bevételei nőttek legkevésbé, még az igazán magas nyugdíjakra messze infláció feletti emelés rakódott, állapította meg elemzésében a Bank Monitor. Közben a nyugdíjas szervezetek azonnali korrekciót követelnek, vendégünk G. Németh Erzsébet. Hát valóban sokat mondó számokkal találkoztunk. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. A nyugdíjasok között sem egységes az, hogy ki mennyit kapott az államtól, amolyan emelés címszóval, pedig az ember azt gondolná, hogy ez ugye ilyen fűnyíró elv alapján megy. Hát a százalék az fűnyíró elv, de ugye nem mindegy, hogy kinek mennyire, mekkora nyugdíjára rakódik rá ez a bizonyos ez év elején 15%. Ugye van olyan kérdést tettek föl, hogy mire elég a nyugdíjemelés. Én azt gondolom, hogy azoknak, akiknek nincsen legalább 180-200 ezer forintos nyugdíjuk, azoknak tulajdonképpen semmire nem elég. Lehet, hogy egy néhány hétig megkönnyíti a vásárlást, de ne felejtsük el, hogy mind az infláció, mind az élelmiszerár emelkedés a legmagasabb egész Európában, és azt gondolom, hogy ezt kicsi nyugdíjból nem lehet, egyszerűen nem lehet kigazdálkodni. Az a matek az hogy jön ki, hogy akinek kicsi a nyugdíja, ő fele annyit sem kapott, fele annyival sem nőtt tavaly a nyugdíja, mint a közepes és nagy nyugdíja rendelkezőkért. Ugye ez a számítás, amire ön is hivatkozott, a Bankmonitor számítás, ami az egyik internetes oldalon, portálon jelent ma meg, ez feketén-fehéren legírja, és a két szélső értéket hadd mondjam. Akinek 50 ezer forint volt a nyugdíja, és vannak még sajnos ilyenek ma Magyarországon, nekik 8%-os emelés lett, tehát az 50 ezer forinthoz képest, ha mindent beleszámolunk, a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjkorrekciót, a 13. havi juttatást, neki összesen az 50 ezer forinthoz képest 8%-os emelést kapott, míg az, aki mondjuk 500 ezer forint fölötti nyugdíj jelentkezik, az 19%-kal növekedett az ő 500 ezer forintjához képest a nyugdíja. Tehát egészen egyszerűen ez is inkorrekt a kormány részéről. Mindig elmondom, és nagyon fontos, hogy ezt megértsék a nyugdíjasok, a Fidesz kormánya a saját törvényeit nem tartja be a nyugdíjemelés tekintetében sem. Ez azt jelenti, hogy ugye ők azt ígérték, hogy infláció követő lesz a nyugdíjemelés, amikor 2011-ben az úgynevezett svájci indexálást megszüntették, no, az inflációt sem adják oda a nyugdíjasoknak a nyugdíjemelésbe. Ezért mondják azt a nyugdíjas szervezetek és a DK is teljes mértékben egyetért ezzel, és támogatjuk őket, hogy mindenféleképpen újabb nyugdíjkorrekcióra van szükség, és ne várjon az állam novemberig, hanem most júniustól, június vagy július 1-től legkésőbb, visszamenőleg januártól meg kell adni a 3-5%-os nyugdíjemelést. Tegyük hozzá, hogy a Bankmonitor ugye úgy számolt, hogy hozzáadta a 13. havi nyugdíjat is a nyugdíjhoz, meg hozzáadta a nyugdíjprémiumot is, és ebből átlagolt, hogy végül is kinek mennyi jutott. Így van. Tehát pont ugye fordított a logika, aki a legnagyobb bajban van, neki kéne a legtöbbet kapni arányosan. Így van, akkor, amikor az árnyék kormány erről gondolkodik, készítjük elő a programot, hogy mit fogunk javasolni majd Magyarországnak, például az éves nyugdíjemelés kapcsán. Erre különös figyelmet kell fordítanunk, mert az, akinek alacsony a nyugdíja, tehát alacsony összegű a nyugdíja, az egészen egyszerűen évről évre sokkal rosszabbul jár. Erre mondjuk azt, hogy egy ilyen csúszó, lecsúszó pályán vannak a nyugdíjasok. Ha valaki nagyon régen ment nyugdíjba, 25-30 évvel ezelőtt, és hála Istennek sokan vannak még, akik megélnek ilyen magas kort, na az ő nyugdíjuk egészen egyszerűen 2023-ra elértéktelenedett. Mit lehet tenni akár 100-120 ezer forintos nyugdíjból, főleg akkor, ha valaki egyedül él, nincsen társa, házastársa, élettársa, vagy nem egy olyan családban él, ahol tudják őt támogatni. Azt, hogy mit lehet tenni, azt én is kérdeztem volna, csak nem így folytatódott volna a mondat. Mit lehet tenni akkor, amikor egy nyugdíjrendszer most már tartósan erre a fajta logikára építve adja a nyugdíjakat az embereknek? Hogyan lehet ezt úgy átalakítani, hogy ne egy bankcsőd vagy egy államcsőd következzen, hanem ez egy sima átmenet legyen? Hát nyilvánvalóan észszerűen is végig kell számolni. Az biztos, hogy a mai magyar költségvetésben megvan azoknak a nyugdíjemeléseknek a fedezete, amiről most is beszéltünk, például a 3-5%-ról, vagy arról, amit a DK tavaly óta mond, hogy akinek 140 ezer forint alatt van a nyugdíja, az legalább egyszeri 100 ezer forintos kiegészítést kapjon, illetve fizesse ki az inflációt is
21-re és 22-re visszamenőleg a kormány. Megvan ebben a mai magyar költségvetésben erre a fedezet, nem kellene Vodafont vásárolni például több száz milliárd forintért, vagy például abból a tetemes áfa bevételből, amit például a 7-szeres rezsiemelés után is befizetjük mindannyian a 27% áfát. No, ezekből az áfa bevételekből nyugodtan lehetne erre fordítani. Hát a Vodafone nem az állami pénzből ment, hát most azt megtudtuk a telex.hu jóvoltából, hogy kínai hitelből. Is, kínai hitelből is, de ugye az állam az, amelyik beszállt a Vodafone-ba, és az állam az egyik tulajdonosa a Vodafone-nak. Ha jól emlékszem, a számra 350 milliárdot. 49%-a van az államnak, 51% az állam által finanszírozott magánbefektetőnek. És ugye ott vannak még ugye ezek a hitelek, amiről ön beszélt. Szóval van a költségvetésben erre fedezet, ez egészen egyszerűen szándék kérdése, és egy olyan országban, ahol 24 óra alatt lehet törvényeket hozni, sőt, ugye most veszélyhelyzet van, amit a kormány megint kihirdetett, nyugodtan Orbán Viktor ma itt a műsorunk után, ha nézi esetleg ezt a műsort, és nem akarom elcinikuskodni a dolgot, nyugodtan hozhat egy kormányrendeletet, amiben például a nyugdíjas szervezetek kívánságára megemelni 5%-kal júniustól a nyugdíjasok nyugdíját. Biztos nézi valaki, akinek az a dolga, hogy nézze, hogyha személyesen a miniszterelnök nem nézi, hogy ennek hatására mondjuk 9 órától ez másképpen lenne, mint ahogy eddig volt a nyugdíjak tekintetében, vannak kétségeim. Másképpen van a helyzet, és egy másik témát hadd hozzak ide a fővárosban, mint akkor, amikor ön ott volt, ugye főpolgármester helyettesként dolgozott éveken keresztül Karácsony Gergely mellett, aki tegnap nagyon keményen beleállt abba, hogy már pedig pluszadót nem fizet a város ahhoz képest, amennyi pénze van. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet várható volt. Évről évre megkillódtunk, és megkillódik a fővárosi önkormányzat ma is, hogy a szolgáltatásokat legalább azonos színvonalon fenntartsa, és teljesen igaza van a város vezetésének, amikor azt mondják, hogy egészen egyszerűen nincs pénz, és elfogyott a pénz. Egy nagyon fontos különbség, ami még nem hangzott el talán műsorban, ez pedig az, hogy míg az állam tud hitelt felvenni, kötvényt kibocsátani, tehát van lehetősége új forrásokat bevonni az állami költségvetésbe, az önkormányzatoknak, és így a fővárosi önkormányzatnak nincs ilyen joga, nincs ilyen lehetősége. Nem bocsáthatnak ki kötvényt, ugye biztos emlékszünk még arra, talán legalább az önkormányzati dolgok, illetve a közgazdászok iránt, vagy a közgazdászok erre ez iránt érdeklődők emlékeznek. 2015 lehetett kötvényeket kibocsátani, és vehettek föl hitelt állami garancia kezességvállalás, vagy engedély nélkül az önkormányzatok. El is adósodtak rendesen, azt tegyük hozzá. Az az önkormányzat adósodott el, amelyik ezt befektetési célra használta, vagy kibocsátotta a kötvényt, aztán utána jó magas kamatra betette. Voltak ilyenek is, a főváros soha nem volt ilyen. Most se azt mondom, hogy a fővárosnak kéne kötvényt kibocsátani és hitelt felvenni, de az biztos, hogy nincsenek olyan eszközök a kezébe, mint ami az állami költségvetés kezébe ott van. Tehát egészen egyszerűen inkorrekt, amit a Fidesz csinál, nyilvánvalóan 2024-re akarják ellehetetleníteni a főváros vezetését, és egészen egyszerűen azt sem fizetik ki azt a pénzt, ami egyébként jár a fővárosnak. A Lánchídra ért a 6 milliárd forintot, a BKV támogatását, amit meg kéne emelni, megengedték, hogy vegyen a főváros trolibuszokat, 11 milliárd forinttal tartoznak, még a város előfinanszírozta ezt, és lehetne ezt itt sorolni tovább. Tehát inkorrekt és kifejezetten cinikus magatartás, amit a budapestiekkel csinálnak. Génémet Erzsébet, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.